Ételek, hitalok, meg annyi program és koncertek. Nem sokára érkezik a Szekszárdi születénapok, a Vármegye székhely egyik legnagyobb és legfontosabb rendezvénye. Hosszú-hosszú évek után, ahogy az elhangzott a sajtótájékoztatón is, talán visszatér abba a régi medrébe a Szekszárdi születénapok, ahogy a legtöbben ismertük, vagy a legtöbben megszokták. Visszatérnek az eredeti helyszínek, visszatér a felvonulás arra az útvonalra, ahogy hosszú-hosszú évtizedeken át zajlott. A polgármester úgy fogalmazott, minden adott, hogy Szekszárd újra a régi fényében mutatkozzon be a látogatóknak. Érkeznek a kiváló borok, a finom ételek, rendkívül változatos programot állított össze Babits Mihály Kultúra és Központ, ezúton is hálásan köszönöm valamennyi volt kollégámnak, hogy ilyen színvonalú műsort sikerült összeállítani. Ebből biztosan mindenki megtalálja saját kedvének való koncertet, fellépőt, gyerekműsort, kiállítást, színházi programot, rendkívül gazdag lesz az idei kínálat. A város részéről külön öröm, hogy hosszú évek után kezdenek visszatérni a testvérvárosaink, már ebben az évben is több külföldi delegációt fogadhatunk, de lesz itt például Hollandiából érkező fúvózzenekar, amely szintén a Város Jó Hír nevének köszönhetően tér ide hozzánk. Remélem ezt a hagyományt nem csak erre az évre, hanem a későbbiekre is majd következő években is elmondhatjuk, hogy visszahoztuk. A szervezők közel 500 programmal készülnek a 4 napra. A Béla Király téren minden rendezvény ingyenes lesz, a piac téren tartott programokért azonban belépőt kell fizetni. A hétvége fő attrakciójának számító szüreti felvonulást 21-én szombaton délután 3 órakor tartják meg. A 4 nap során számos helyi és környékbeli együttes is fellép, de természetesen sztárfellépők is érkeznek. A legnagyobb nevek közé idén Curtis, a Follow the Flow, Manuel, Pápai Oci és az Ergo tartoznak. Minden évben nagyon nagy odaadással és figyelemmel és a legjobb tudásunk szerint szervezzük azért, hogy mindenki élményekkel távozzon a rendezvényről. Ez az idei évben sem volt másként. A fesztiválon természetesen finom ételekből és italokból sem lesz hiány. Az Ízek utcájában az ételekről a vendéglátók kerekasztala Szekszárdért Egyesület gondoskodik. Lesz grillezett sajt, lesz birkapörkölt, lesznek gyöngyhagymával készített ragúk, lesz kacsából készített étel, gyümölcs csatnival, meg hát természetesen még ezen kívül a Puha Robinak az igen kiváló és hát gazdag batyus szendvicsével is találkozhat mindenki. Azt gondolom, hogy ez már a jól megszokott kategóriába tartozik. Azért azt láttuk mi is a Pünkösdi Fesztiválon meg tavaly, ugye ebből aki a legtöbbet fesztiválokra jár, aztán az ugye a Puha Robi és én, és azt látjuk, hogy 30%-a legalább csökkent tavaly, és idén is ugyanilyen csökkenésekről beszélhetünk, és hát amikor ugye a Pünkösdi Fesztivált elkezdtük, akkor már eleve már egy máshonnan is érkező kérés volt, hogy itt térjünk vissza 3-5 decire a csapolcsöröknél, és itt az árak is olyanok legyenek, hogy lehet egy prémium sör, de legyen akár egy jól árazható magyar is. Na most, amikor leültünk múlt héten megbeszélni, hogy ebbe az irányba hogyan menjünk, akkor arra döntésre jutottunk így a komplett egyesület nevében, mondhatom, hogy nem szeretnénk emelni, mert egyrészt nincs miért, meg hogy ha még lenne is miért, akkor nem akarjuk azt, hogy egy elmérgesített helyzet legyen ezen túl, hanem már az árak miatt, hanem hogy mindenki érezze jól magát. Én találtam ki még pluszban még egy olyan akciót, hogy szüreti garázsvásár, koktél garázsvásár, minden koktél 1500 forint. Ha Szekszárd és szüreti napok, akkor természetesen a finom borok sem maradhatnak el. A szem szerint 30 borászat lesz 14 pavilonban, de lesz olyan pavilon, ahol 3 borászat kap helyet. Igazság szerint teljesen jól megszokott módon a pavilonban tudnak kérni ugye a borász által kínált választékból. Ebben megtalálható lesz nagyjából a repertoárjuknak a 90-100%-a. Nagyon sok borászat ugye idén igencsak korai volt a szüret, úgyhogy már új borokkal érkeznek, nem csak rozé, mert ugye az már volt az elmúlt években is, hogy rozétételekből az aktuális évjáratból tudtak kóstolni a vendégek, hanem most már lesznek fehér borok is, amik ideiek, úgyhogy elég sok 20-24-es tétel lesz, de ezen kívül természetesen ugye vörösboros borvidékként továbbra is sok olyan vörösbort kóstolhatnak az ide látogatók, ami akár a helyi fajtákat jelenti, tehát a kadarka, kék, frankos, bikavér, ami ugye a legtöbb borászatnál fókuszban van, de emellett természetesen a nemzetközi fajtákból készült küvék és egyéb vörösborok.
A rendezvény ideje alatti útlezárásokról, illetve a részletes és teljes programról a Babits Mihály Kulturális Központ, továbbá a szexuális születi napok honlapján lehet bővebben tájékozódni.